Lehet, hogy a lehet más a politikán múlik a kétharmad, hogyha esetleg a Fidesz minősített szavazást ír ki, akkor ki hajlandóak tárgyalni velük, vagy ebben is elzárkóznak az együttműködéstől? Hát lévén ugyan 11% fölött végeztem az egyéni választókerületemben, de mivel még frakciótag sem leszek, én ezt semmilyen körülmények között nem tudom ilyen formában megelőlegezni. Azt viszont hatalmas sikernek tartjuk, hogyha valóban az LMP-nek a bejutása miatt nem lesz kétharmad, akkor azt gondolom, hogy az LMP azt az ígéretét is beváltotta, hogy megszólítva a kiábrándult jobboldali érzelmű, baloldali érzelmű szavazókat, a kétharmadot megakadályozva, azt gondolom, hogy egy jobb minőségű parlament elé nézhetünk. És mit szólnak a Jobbik vártnál magasabb eredményéhez? Ennek nem örülünk. Nem örülünk annak, hogy a Jobbik azzal a kampányával, amit hát egy jó marketingfogásnak tartunk, ilyen eredményt ért el. A választói akaratot viszont tiszteletben tartjuk. Köszönjük szépen! És akkor várható nagyobb bejelentés?